Szolgálunk és repülünk. Ez is lehetne a jelmondata Rendes Róbertnek, aki Tétvárosában a polgárőrségnek végzett önkéntes munkája során a levegőből figyel a rendre. Itt már a Szilárd talajon civilben mesél nekünk szenvedélyéről, a siklóernyőzésről. Mi kell ahhoz, hogy az ember ideális körülmények között felszállhasson? Hát ugye egyszer kell a felszerelés, ez nyilvánvaló. Ernyő, beülő háti motor, úgy durván. Mentőernyőt soha nem szabad elfelejteni. A plafon az 5 óra a levegőben. Hát 5 óra alatt hatalmas területet át lehet nézni, meg ha mondjuk egy eltűnt embert keresünk, akkor nagyon-nagyon nagy területet a levegőből át lehet nézni. Térképet azt nem használ az ember fönt? Azt kiigazodik azon, hogy mit lát? Volt olyan költőnk, aki azt mondta, hogy nekem térképet állj. Ha most felmegyünk 300 méterre itt, akkor azonnal lehet látni, hogy abban az irányban van Panóhalma. Ha az ember átfordul a másik irányba, akkor lehet látni a pápai katonai reptérnek a betonját. Tehát egy normális pilóta, aki a saját területén, mondjuk a megyében sokat repül, annak nem kell GPS. Bárhonnét, ha bekötött szemmel kellene, hogy elvinnének, felszállna az ember, én felmegyek 150-200 méterre, körbetekintek, azonnal megmondom, hogy hol vagyok. Ha olyan előfordul, mert sajnos vannak halálos balesetek ebből, hogy felszáll a pilóta mondjuk akár egy utassal, és az utas nincs bekötve. Az élet veszélyes, mert akkor ki tud csúszni, mondjuk 300 méter nem is kellene, még 50 méter is elég, azt nem fogja túlélni. Akkor azért nem mondhatja magáról tényleg, hogyha kicsi a tét, a kedvem sötét, pláne itt. Hát végeredményben a repülés nem minden a biztonságról szól. A lakosság örül, hogyha mi a levegőben is, mint polgárőrség ott vagyunk. Mi is kíváncsiak voltunk, vajon tényleg ilyen pozitívan viszonyulnak-e hozzá a helyi polgárok? Mit szól hozzá egyébként, hogy egy siklóernyős polgárőr is figyel önökre? Hát a jó dolog, a biztos. Biztonságosabb ez a helyzet, nem? Hát örülnek, hogy itt van egy olyan polgárőr, aki repked, mint a Superman? Igen. Nem fél, hogy benéz a lakásukba, házukba? Nem, nem. Ez jó. Ez így jó, csak én még nem láttam, őszintén megmondom. Ön biciklivel közlekedik általában, ezek szerint. Igen, azért mondom, én nem láttam. Jó munkát, csakalom. Robert hivatásszerűen 8 éve kémleli a környéket a magasból, akkor még pusztán szívességből egy eltűnt rendőr után kezdett el kutatni, akinek a holttestét több hétnyi munka után sikerült megtalálni. Engem a téti polgárőrségtől utána megkerestek, hogy milyen jó lenne, hogyha a polgárőrség nem csak a földön, meg a lónyergébe, bicikli nyerekbe lenne, és így hát segítenénk a közbiztonságot fenntartani, hanem milyen jó lenne, hogyha a levegőből is. És amikor engem megkerestek, én azonnal igent mondtam. Második repülésnél, mikor az új ernyővel repültem, 2 illegális hulladék lerakót találtam, és teljesen ki voltam akadva, mert autóval is sokat megyünk, lovasaink is vannak, és azt a hulladék lerakót csak a levegőből lehet látni. Magát a siklóernyőzés mikor kezdte? Hát 2004-ben tanultunk egy év, és 2005. 2005-től a mai napig zsinórban. Azóta pedig több mint 1000 óra repülésen van túl a 65 éves egykori villamosmérnök, akiről nyugodtan mondhatjuk, ő a téti szárnyas fejvadász.